plusz dobók is. Az igen. Mindegyikhez ad plusz 2-t. Az mondjuk... Ilyen outfitnél nem számít. De ez egyébként egy egész jó dolog. Na! És akkor... Várjál már. Ja, értem már. Aha, látjátok? Külön-külön lehet elkölteni a képzettségpontokat az Ivy-nél, meg a Jacob-nál. Jó, ezt mindenféleképpen. A zárfeltörés. Azt megszereztük. Jó. És akkor hogy is volt? Legyen egy autolút, azzal tudunk egy csomó szerezni, az egybe kerül. És ez. Sasszem. Na, most léptünk második szintre. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó. Talán ez kellene még itt nekünk. Hát ez se lenne hülyeség, de... Vagy ez a pajzs. De ez is kettő. Ez mit tud? Ja, hogy nagyobb lesz a sugara. Szerintem ez lesz. Mert egyelőre még gyűjtenünk kell a nyersanyagokat. Jó sokat. Tájkészítéshez szükséges gyakori nyersanyaghoz kell, lehet jutni. És aztán van még egyébként egy másik fejlesztés is, de szerintem az nem itt van, az egy másik. Szerez XP növelőt, ezt figyeld. Micsoda. 300 Helix kreditél lehet XP növelőt. 1200 kreditél pedig Helix kreditél pedig lehet. Jó van. Köszönjük szépen az áruház. Nyersanyagot is lehet vásárolni. Tárgykészítési tervrajzok. De értem én, de ez mit ad? Oké, okay, és csak nem, azt nem tudom, hogy ez mit ad. Tervrajzok, fejlesztések. Tehát ez megadja az összes, például az összes tervrajzot? Egyedi csomagok. Igen. Térképek feloldása. Ó. London titkai. Ha minden igaz, van egy frankó. Ajaj. Hiba a rendszerben. Jó, van egy olyan armor, amihez így össze kell gyűjteni bizonyos dolgokat. Na nézzük, karakterváltást, akkor fejlesztjük fel Ivy-nek a képességeit is. Azt most mindjárt gyorsan megnézzük. Igen, itt írja, hogy mind a kettőjüknek más-mások az erősségei. Úgy kell választanunk. És szerintem most a codename Redbe is valószínűleg ez lesz. Hogy van? És... Úgy. És képzettségek. És akkor három darab pont hiányzik. És neki is megcsináljuk ezt. Sas szemet. És neki szerintem szüksége lenne ezt mindenféleképpen. És neki szerintem szüksége lenne még a
vagy az életerőnövelésre, vagy a sebzés ellenállása, azt nem lehet. Ez mit tud? Jó. És ez is kettő. Jó, akkor neki ezt vesszük meg. Jó, neki nem vettük meg az autolútot, úgyhogy majd legközelebb. Ez mit tud? Jaj, a lopakodási értéknő. És ezek? Bástyákat. Időnként egyébként jó ez a bástya toborzás is, de nem különösebben. Jó. Oké, beállítottunk mindent. Na. Hódítsuk meg Whitechapel-t. Mehet a... Nem akartam. Pont a rendőrök vannak ott, úgyhogy ezért nem akartam. Na, nézzük meg el a rendőr urat. Hű, de sokan vannak. Tele van ilyen ürgékkel. Jó irányban megyek. Nézzük már meg a térképen. Úgyhogy lehet, hogy azt lehetne csinálni, hogy fölmegyek. Most egyelőre még nincs meg az az eszközünk, amivel gyorsan tudunk közlekedni a tetőn, de azért mehetnénk föl a tetőre, és akkor lehet, hogy úgy egy picit hatásosabban lehet közlekedni. Parkőrrel. Vagy parkourral. Oké, okay. Na, meg is vagyunk, ott egy ládi. Mi ez a zene? Megvannak. És kaptunk vegyszert, fémet. Szuper. Második szintűek vagyunk. Na, itt vagyunk. Közben egyébként majd mindjárt leváltjuk a Eevee-nek a ruháját is, mert az plusz 2 ilyen fogyóeszköz mindenből. Nem látod azt a bajszos nénit? At your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. Jó, ezek ilyen mellékküldetések lesznek, és jutalom jár érte egyébként. Tehát a bűnözőket el kell vinni ehhez a fickóhoz, ehhez a rendőrhöz, épségben. Aha. Jó. Szóval, igen, itt meg kell tervezni az egészet, tehát, hogy pontosan, hogy raboljuk el. Ezt például mindegy kivel csináljuk, fejvadászat. Fogd meg a foglyod, és vidd a találkozó helyre. A legmagasabb jutalom akkor jár, hogyha élve szállítod. Így van, erre emlékeztem, tehát, hogy élve kell leszállítani, vagy úgy érdemes. Jó. Aha.
elméletileg egyébként, hogyha vele együtt megyek, akkor átengednek. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos, ezt majd mindjárt meg kell néznünk. Végül volt, hogy belögd az elraboltál szemét az elfogadba. Uh-huh. És hogyha egy rendőr elméletileg meglátja, akkor probléma lehet. Ő az. Ó, tetszik ez az autotag. Egy probléma van, hogy a rendőrök is. Mondjuk az lehetne, hogy... Na az van, hogyha meglát valakit, ki kéne nyiffangatni. Hogy ráterelődjön a figyelem. Jó, ott nagyon messze van. Szóval nem szabad, hogy elszökjön. Megtisztítjuk az utat. Arra fogunk kimenni. Azt hiszem, hogy egy idő után reszetelődik. Tehát csak óvatosan. Menjünk vissza, és az az ötletem támadt, azt lehetne csinálni, hogy ide így beleugrok. Tartsd az ellenségeket észlelési sugaron kívül, hogy ne vegyenek észre. Oh. Van egy ilyen képesség is, hogy nem tud kiszabadulni. Szuper, mehetünk. Az első ilyen típusú küldetés, az szerintem nagyon könnyű lesz. Azért vannak durván nehéz ilyen típusú küldetések, erre emlékszem. Akkor csináljuk meg maxosra a dolgot. Azaz. Na, élve hoztuk vissza. És látjátok, 200 XP-t kaptunk a küldetésre, és plusz 100-at kaptunk.
És itt vannak, hogy az Albert Einstein-nak a küldetéseit, hogyha megcsinálod, akkor milyen típusú jutalmakat lát. Az első jutalom, amikor eléred a hűség szintjét, akkor kapsz egy fegyvert, valamilyen pisztolyt, vagy pisztolynak a tervrajzát. Itt van, 1856-os revolver. És akkor utána jönnek a következő, mindig a következő. Na, keresd társakat Londonban és segíts nekik. A segítségnyújtás növeli a hűségüket bástyák irányába. A hűség egyedi és értékes jutalmakat tesz elérhetővé. Na. És már is kitisztítottunk egy területet. Na, szuper. De már itt vagyunk. Mit szólnátok ahhoz? Először elmegyünk a boltba. Aztán meg, mit szólnátok ahhoz, hogyha... Hogyha... Igen. Szóval elmegyünk a boltba. Mi? Brutál sok enemi van. The very best of London. Bye now. Na? Hey. Most nem lehet vele interaktálni. Megrémült. Na menjünk így vissza. Nem én vagyok. Hey. Előtte ütöttem ki, és akkor emiatt nem tudok nála vásárolni. Hát ez hihetetlen. Na, megbékéltél már? Még nem? Jó van, nem baj, menjünk, akkor nézzünk szét. A Váhosban 100 méterre van, nem messze van. Tele van, tele van. Egyébként szerintem akkor se fognak eltűnni, hogyha kitisztítom teljesen. Mert csak ez itt van bent. Azt hiszem. Vagyok 100%-ig biztos. Itt. Na tessék. Azt mondja, a dobó kés kell nekünk. Összes újratöltése. Húha. Jó. Jó. Lootolnunk kell, mint állat. Hang, jaj, van ilyen sörös üveggyűjtögetés is egyébként. Összegyűjtöd az összes sörös üveget, ilyen legendás sörös üveget, akkor azért jár valami. Hopp, arra már nem lehet kimenni. Az már a mapnak a széle? Ja, igen, az a széle a mapnak. Na, hát akkor... Amandó vagyok, hogy akkor nézzük meg akkor ezt. Ezt a templomos gyilkolászást. Azután is jár elméletileg valamennyi XP. Már nem vagyok benne 100%-ig biztos. Majd akkor lesz igazán eredményes, hogyha már megszereztük a megfelelő eszközt. Képzeljétek el, egyszer elütött a vonat, úgyhogy most már szétnézek. Pont akkor jött. És akkor mondani, deszinkronizáció. Na. Ölj meg egy célpontot egy láda dinamittal. Jézus. Egy célpontot kell megölni dinamittal. Van egy sárga láda is.
azt kéne megnéznünk, hogy vajon be tudunk-e menni valahol fönt. Nézzük meg. Itt az ablak résznél. Ott van egy nyitott ablak. Na. How many crates do we have left to distribute? Only about a dozen, sir. Excellent. Soon all of London's blighters will be armed to the teeth. No bobbies in sight. Good. Distribute the dynamo. Ő az. Harold Drake. Öld meg a célt. Ja, várjál. Very good, sir. We want this to come into the blighter's hands without harm. No mishaps. De felrobbannak, ha rájuk lőnek. No. Ja, várjál már. Az hogy tudom, inni? Ja, nincs is kifejlesztve az a képzettségem, nem? Dehogy nem. Tudok fegyvert használni. Ja, vagy várja, lehet, hogy nincsen még fegyverem. Jó, akkor várjátok. De kimegyünk, választunk egy fegyvert. Szóval a dinamitládák, ahogy írta is, fölrobbanak akkor, hogyha rájuk lőnek. Úgyhogy megnézzük a lőfegyvereket. 4-es szintű. De már ez megvan, ez a lőfegyverem. Ezt hogy tudom kiválasztani? Így! Azaz. Oda közel fog hajolni. És akkor... Na. El is végeztük egyébként a küldetést. Hol? Ki látott meg? El kell hagyni a területet, akkor ezt megejtjük most. Csak hogy beadja, és vissza tudjunk jönni egy kicsit később. A sárga ládáé. Úgy emlékszem, hogy a sárga láda az elég értékes. Megvan a bónusz. Na. Szóval így kell végezni a küldetéseket, mert különben kevés. Úgy emlékszem, hogy eléggé ritkán jön plusz. Jó, ezt a ládát mindenféleképpen azt megpróbálom megbeszedni. Három képzettség is van. Ott a láda. Ó, tört fel hosszan, és van lockpickünk. Színek. Kaptunk egy zöld színt. Jó. Jó, most nem töltünk vissza lőszert. Jó. Oké. Na nézzük. Elméletileg kaptunk egy képzettségpontot is. Autolut. Ez lesz a következő. Ne kelljen folyamatosan kifosztogatni az enemiket, hanem automatikusan történjen.
amikor megölöd, kiütöd, elrabolod, vagy többször gyilkos. Tehát mindegyik halál esetnél, hogyha kontakt halálról van szó, akkor automatikusan kifosztja. Jó. Na, legalább gyarapodni fog. És akkor utána lehet, hogy már rá lehetne menni ezekre a... Egyrészt ez is érdekes lehet, tehát ez a lockpicknak a másodika. Másrészt hát talán ezek itt. Meg ez. Az is jó lehet. Na jó, srácok. Szerintem gyorsan megnézzük a térképet. Elkapni egy csavargót. Szerintem ezt még csináljuk meg, és akkor a következő részben folytatjuk a banda, hát ugye gyakorlatilag a Whitechapelnek az elfoglalásával. Tehát az lesz a következő részben, hogy akkor azt szépen befoglaljuk teljes egészében, és megszerezzük akkor a Whitechapelt. És akkor igazából legalább lesz már egy londoni területünk. Közben éjszaka lett, nem is emlékszem erre, hogy éjszaka is lehet játszani a játékban. Már mondjuk ez logikus, mert hogy még mindig nagyon jó. Jól néz ki ez a játék. Jó, itt van a bástya központ. És egyelőre még ilyen light-iba toljuk. Kocsma. Mert hogy az a közlekedési eszközt, ezt minél előbb meg kéne szerezni. Valahol itt van. Nézzük csak meg. Hopp, itt is vagyunk. Elkapni a csavargót. Ó! Oh. Oké. Okay. Na, itt a következő kontakt, és szerintem ez nappal lesz. Igen. A gyerekek. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. Jó, hát most adta meg az infót arról, hogy lesznek olyan küldetések is, ahol neki kell segítenünk, illetve a gyerekeknek, a dolgozó gyerekeknek. Az igen. Ez megpecsételték az esküt. Egy köpéssel. Oké, és nézzétek csak. Kaptunk egy újabbat. Igen, itt van az újabb rész. Tehát ez lesz az újabb rész. Jól van. Na, srácok, oké, és akkor ezt még megcsináljuk. Ez ilyen kis lighty küldetés itt a legelején. És utána ott fogjuk befejezni
keep working. We ship out next week, and we are far behind schedule. Ki kell szabadítani a gyerekeket. Ezek hol vannak még? Úgy lesz ki, hogy... Oké, vannak harangok az épületben. Jó. Menjünk be az ablakon, mit szóltok? Felülről lefelé. Talán kezdhetnénk is azzal, hogy ezt az ürgét kinyírjuk. Megnézzük, hogy van-e esetleg bejárat valahol. Például itt. Azt nem tudom, hogy ez ad-e valami pluszba. Csak Helixiba. Egy szinten lejjebb van a másik oldalon. Oda viszont csak ezen a szinten lehet lemenni. Itt nincsen senki. Ne szólaljon meg a riasztó, az lesz a... Szuper. Jó, tehát az a lényeg, hogy nem szabad, hogy megszólaljon a riasztó. Ott van egy. Jó, és akkor lent vannak még. Várjátok, őket rögtön ki is szabadítjuk. Okay. Másik oldal. Oké. Okay. Meg is van. Van még. Ott is egy, de attól tartok, hogyha nem vágom el a riasztónak a kötelét, akkor nem fogja úgymond beadni, hogy sikerült ne szólaljon meg a riasztó című szituáció. Szerintem ahhoz el kell vágni. Így. És így nem szólhat meg a riasztó. Jó, van még valahol egy láda. Nézzük csak meg. Hol van? Ott legfelül. Szerintem már nincsen emi. Jó, úgyhogy... Na, sikerült is a küldetés, de azt a ládát azt még begyűjtjük. De akkor ezek szerint... hát ezt most nem tudtuk meg. Hogy... hogy vajon akkor is beadta volna ezt a bónuszt. Na várjátok csak. Menjünk fel akkor a ládáért még. Főleg most itt a legelején nagyon sokat fogok farmolni. Ezt nézzétek el nekem, mert szükség van a nyersanyagra. Meg a pénzre. Jó! Na!
Hát elkezdtük, srácok, innen fogjuk folytatni az Assassin's Creed-ezést, és Witcher is következik majd nem sokára, befejezzük a Hogwarts Legacy-t. Sok minden lesz, ami még van terítéken, aztán időközben majd érkezni is fog pár játék, amiben még eddig nem játszottunk, például Spider-Man-t is szeretném, a kettest is kipróbálni, az is izgalmas, az elsőt nagyon szerettem, meg a Miles Morales is nagyon jó volt, úgyhogy hát lesz még sok minden. Na, úgyhogy én mára búcsúzom tőletek, remélem, hogy tetszett ez a mai stream, és akkor hát találkozunk jövő héten legközelebb. Na, szevasztok!